Köszöntöm a Mozaik nézőit! Több mint két éve készült már a zenekar életében is mérföldkőnek számító Papp László Budapest Sportarénás koncertre a gyergyószentmiklósi Bagosi Brothers Company csapata. Bár eleinte a vírushelyzet nem kecsegtette túl sok jóval az együttest, múlt pénteken mégis sor kerülhetett a minden eddiginél látványosabb és hosszabb koncertre a rajongók nagy örömére. Most pár képet mutatunk belőle. Vendégeim tehát a Bagosi Brothers Company két tagja, Bagosi Norbert és Tatár Ata. Szeretettel köszöntelek titeket, fiúk, itt a stúdióban, így online. Meséljetek, hogy érzitek magatokat? Biztos, hogy mozgalmas időszak volt az elmúlt időszak, de hát melyik nem az a ti életetekben? Szia, üdvözlök, nézők! Most már ki vagyunk ilyen. Nagyon jól vagyunk, köszönjük, és tényleg nagyon izgalmas nem tudom, időszakon vagyunk túl, és nagyon hálásak vagyunk, hogy meg tudtuk végül tartani az életünk első nagy arénás koncertjét, és hát most már túl vagyunk az egy-két napos ünneplésen, ami utána következett rögtön, és most már szép lassan, nem tudom, megyünk vissza a hétköznapokban, és dolgozunk az újabbnál újabb dolgokkal. Számotokra egyébként szinte már hétköznapi, hogy készültök a koncertekre. Miben volt ez különlegesebb, vagy igényelt nagyobb felkészülés? Hát nyilván, hogy nagyobb térben kellett ezt létrehozni, de mi volt az, amit így hozzá szerettetek volna adni, különlegesebbé tenni most ezt a koncertet? Egy ilyen koncert több szempontból is különleges, tehát egyrészt különleges technikai feltételeket kell teremteni a megrendezéséhez, kezdve onnan, hogy mi magunk kellett, hát nem azt mondom, hogy mi ketten, vagy a zenekar tagjai, hanem az egész csapat, a zenekar menedzsmentje és a teljes stáb, amelyikkel együtt dolgozunk, dolgoznia kellett ezen a koncerten, nem úgy, mint egy általános városnapi, vagy egy klubkoncert esetén, hanem meg kellett szerveznek ezeket a dolgokat, le kellett bérelni, rengeteg céggel dolgoztunk együtt, ezen kívül pedig maga a próba folyamat sem olyan volt, mint egy átlagos koncert esetén, hiszen erre az alkalomra kibéreltünk egy színházat, amelyet berendeztünk, és próbáltuk valamelyest imitálni az ottani körülményeket. Próbáltunk a vendégeinkkel is, hiszen nem rengeteg, de ahhoz képest sok vendégünk volt a koncert kapcsán is, és ötnapos volt ez a próba maga. Akkor kezdve, vagyis egészen odáig, hogy 2,5 órás volt a műsor, még sosem játszottunk ilyen hosszú műsort, és ezt úgy kellett összerakni, hogy ez végig érdekes legyen, ez is külön kihívás volt számunkra. Norbi, milyen volt 2,5 órán keresztül állandóan énekelni? Mennyire elfáradtál, vagy sőt, ezentúl már csak ilyen koncertek lesznek? Nem, szerintem ez nagyon hosszú volt, és tényleg az van, hogy ilyen sok ideig valószínűleg azért nehéz fenntartani a közönségnek is az érdeklődési köré, de hál' Istennek sikerült, és nagyon-nagyon jó kerekedett. A próba folyamatok alatt sajnos nem volt a toppon a hangom, úgyhogy egész végig izgultunk azért, hogy mi lesz tényleg a magában a Papp László Arénában, de aztán hál' Istennek abszolút
abszolút jól tudtunk teljesíteni, és sikerült összehozni még egy olyan kis részt, amit elárulnék, hogy a kis színpadon megleptük a visszadalnál a közönséget, és úgy kellett megtennünk amúgy több mint 4 perces utat az aréna külső folyósóján, hogy minél gyorsabbak legyünk, és úgy érjünk a végére, hogy nem lihegünk, hogy tudjunk elkezdeni életén, úgyhogy mindenféle elektronos rollerek, meg lépcsőfutásokon keresztül összehoztunk egy ilyen meglepetést is. Wow! És milyen volt megosztani ilyen sok vendéggel például a színpadot? Ugye azért maximum egy vendégetek, hogyha szokott lenni, de általában csak a tietek a színpad. Így ezt hogyan éltétek meg külön-külön? Ata, neked milyen volt? Nem hívunk vendégeket, egy ilyen arénás koncert viszont pontosan arról szól, hogy itt is van lehetőség, és igény is van általában egy produkcióban arra, hogy legyen valamitől más, legyenek vendégek, legyenek meghívottak. Nekem egyébként a személyes kedvenceim voltak ezek a részek, amikor vendégeink voltak, hiszen az mindig más volt, új volt, nem a régi rutinos dalok, hanem volt benne valami izgalmas. Hogy értétek meg, Norbi, te hogy érted meg azt, hogy végül is eljutottatok idáig, hogy főleg egy ilyen helyzetben még itt van ez a járványhelyzet is, megtöltöttetek egy egész arénát. Ez most hogy számodra tényleg olyan nagyon nagy dolog volt, vagy hétköznapibb mondjuk, mert hogy a koncertek ugye azért nem hiányoznak az életetekből? Nem, ez abszolút extravagáns volt, és szerintem nem is igazán lehet azért szavakba önteni azt az érzést, mert az ember számít rá, felkészül rá, ugye rengeteg próbafolyamaton megyünk keresztül, és tudjuk, hogy mire számítsunk majd az arénában. De ettől függetlenül nyilván, amikor ott áll az ember a színpadon, és látja azt a sok embert zárt térben, akkor az hatalmas élmény, és nem tudom, még most is velünk van az érzés, és hogyha belegondolunk, vagy visszanézzünk egy-két már felvét, tehát akkor kiráz a hideg tőle. Ez egy a megteljesülése is, és hát reméljük, hogy ugyanilyeneket fogunk még megélni ezután. Valahol majd látható lesz a teljes felvétel? Készültök közé tenni? Egy picit szerintem majd fogunk a valamilyen formába kiadni, az egészet nem tervezzük, maradjon ez meglepetés. Szerintem egy picit mindenki bele lehet tekinteni majd előbb. Mert sajnos, aki ugye nem tudott részt venni, az azért úgy szeretné látni ezeket a pillanatokat is. Persze a jövőben elmehet Bagosi Brothers Company koncertre, de erről egy picit később fogunk beszélni. Most beszéljünk arról, hogy nem csak ugye a határon túliak vehettek részt a koncerten, hanem szép számban voltak erdélyiek is. Főleg annak köszönhetően, hogy elindult a Hegyi Levegő Express is ebből a célból. Ez honnan jött az ötlet, és végül is hogy sikerült kivitelezni? Milyen volt itt ezen utazni? Az ötlet az gyakorlatilag, amikor először bejelentettük az arénát ezelőtt 2 évvel, akkor született meg, hogy jó poén lenne egy ilyet megszervezni. Aztán, ahogy így nehezettek a dolgok, el kellett halasztani, stb. Így a mostani, akkor felvettük ismét a fonalatokkal, hogy mi nem foglalkoztunk ezzel a dologgal, viszont egy erdő fiatalember, Pál Lóri volt az, aki viszonylag jó kapcsolatot ápol a mávosokkal, és ő megkeresett minket, teljesen függetlenül, hogy mi lenne, hogyha amúgy is menetrend szerint járó nemzetközi vonathoz csatolnának külön vagonokat, amely kifejezetten ezt a célt szolgálnák külön büfékocsival, mi pedig természetesen üdvözöltük az ötletet, hiszen mi magunk is gondoltunk erre korábban. És akkor mi magunk is mellé álltunk, segítettünk ennek a promójában. És akkor megtelt a vonat, és mindenki, egyébként láthattunk képeket, hogy ti zenéltetek is még az állomáson, meg utaztatok is a vonaton, ha jól tudom, mind ott voltatok? Nem, mi csak az állomáson fogadtuk a vendégeket. Igazából volt, nem tehetett meg, hiszen amennyi igény volt, annyi vagont csatoltak volna, uh-huh. Annyi csatoltak rá, tehát igazából egészen sok ember is elfért volna rajta, de azok, akik vele utaztak, azok mindenképpen arról számoltak be, hogy egy különleges élmény volt, hazafele. Dombor kollégánk is a vonaton utazott. Igen, ezt láttam. Az egy különleges élmény kapott, mi pedig azzal tudtunk ehhez hozzájárulni, hogy valóban a vonat érkezésekor a pályaudvarba vártuk a vonat utasait, és muzsikáltunk nekik egy kicsit.
Már nem maradt sok időnk, úgyhogy szeretnélek a jövőbeli terveitekről kérdezni, főként arról, hogy itt Erdélyben mikor találkozhat veletek a közönség. Számíthatunk rátok mondjuk többször is, mint az elmúlt években? Valóban mindenképpen többször, mint az elmúlt években, hiszen két évvel ezelőtt egyáltalán nem volt alkalmunk fellépni, tavaly is csak egy nyúlfarknyi mennyiségűt léptünk föl itthon. Az idei év az mindenképpen dúsabb lesz. Székelyföldön is, és Erdély egyéb területein is vannak már megkereséseink, sőt, tehát lekötött koncertek is. Azt hiszem, amelyik publikus az éppen a Vibe Fesztivál, tehát az már publikus, aha, minket is bejelentettek. Csak minden jól alakuljon. Reméljük a legjobbakat, igen. Norbi, neked valamilyen személyes terved így a zenekarral kapcsolatban, amit most így elárulnál nekünk? Nem tudom, semmiféle olyan, most egyelőre vagyunk benne, eddig az arénáig láttunk el, és azzal foglalkoztunk szerintem minden percben látástól vakulásig, és most van az időszak, amikor újra felgöngyöljük ezt a rengeteg ötletünk van új dalok kapcsán, amiket szeretnénk megvalósítani, új klip ötletek, új helyszínek, a terve vannak európai turné is, kicsi amerikai is talán, egy csomó olyan ötletünk van, amit most igazán szeretnénk megvalósítani. Milyenek a riporterek? Alig járt le valami, és már rögtön arról kérdeznek, hogy mikor lesz a következő. Én nektek tényleg egy ilyen feltöltődő időszakot kívánok, és további sok sikert. Köszi szépen, hogy bekapcsolódtatok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.